Omé úr nemrég olvasott a dongaláb új gyógyítás módjáról, amelyet igen dicsért. És mivel a haladás híve volt, az a hazafias eszméje támadt, hogy ha városa, vagyis Yonville együtt akar járni a korral, akkor itt is alkalmat kell adni ilyen dongaláb műtétekre. Mert hisz, mondta Emmának, mit kockáztatunk meg vele? Nézzük csak meg. És az ujján sorolta fel a kísérlet előnyeit. A siker majdnem biztos, a beteg megkönnyebbül és meg is szépül, és a műtétet végrehajtó orvos egy-kettőre híressé válik. Itt van például az ön férje. Miért ne segíthetne mondjuk ezen a szegény Ipoliton, az arany oroszlán istálló szolgáján? Ne felejtsük, hogy gyógyulásáról minden vendégünknek beszámolna, s aztán Omé lehalkította a hangját, és körülnézett mindenfelé, mi akadálya lenne annak, hogy én magam is beneküldjek egy kis cikket az újságomba. Egy ilyen cikk, Istenem, sok felé eljut, beszélnek róla, s a végén lavina lesz. Ki tudhatja? Ki tudhatja? Csak ugyan egy ilyen műtét Bovárinak is sikerülhet. Semmi jel sem mutat arra, hogy járatlan a sebészetben. S micsoda elégtétel lenne, ha ő bírná rá ilyen lépésre, amely egyformán növelné férje hírét és vagyonát, hiszen minden erejével olyasmire óhajtott támaszkodni, ami szilárdabb alapnak bizonyuljon a szerelemnél. Charles, miután Emma is, a patikus is nógatta, engedett a rábeszélésnek. Meghozatta Rouenból Duval doktornak a könyvét, és minden este fejét a két keze közé fogva állandóan ezt a könyvet bújta. És miközben ő a dongaláb vagy lóláb különböző változatait tanulmányoztam, vagyis a strefokatopódiát, és a strefoxenofóbiát, még másképp, hogy világosabban szóljunk, a lábfej különböző elgörbüléseit lefelé, befelé vagy kifelé, valamint a strefopopódiát és a strefanodódiát, vagyis a csontok lefelé csavarodását és felfelé való egyesülését, Omé úr meg százféle érvel próbálta rábeszélni Ipolitot, hogy vesse alá magát a műtétnek. Alig érzel talán egy csepp fájást, egy kis szúrást, akár egy érvágás, még annyi se, mintha egy rossz tyúkszemedet kéne kivágni. Ipolit csak tűnődött, és bután forgatta a szemét. Különben is, folytatta Omé, az egész nem az én dolgom. Te érted, van nem másért. Csupán tiszta emberségből szeretném, kedves barátom, ha megszabadulnál a csúf sántikálástól. Az ágyékot tájának ettől a folytonos himbálózásától, mert ez mondhatsz akármit, mégiscsak tetemes akadálya a rendes munkád elvégzésében. És Omé már magyarázta neki, mennyivel erősebb és fürgébb lenne, sőt, még azt is sejtette vele, hogy a nőknek is jobban tetszene, amire az istáló szolga bambán vigyorogni kezdett. Majd a hiúságát támadta meg. Az áldóját is férfi vagy nem? Mi lenne, ha netalán katonának kellett volna menned verekedni a zászlók alatt, Ipolit? És Omé miközben távozott, kijelentette, nem érti ezt a furcsa makacságot, ezt az elvakultságot, hogy valaki így visszautasítsa a tudomány jó téteményeit. A szerencsétlen végül is beadta a derekát, mert már megész összeesküvés keletkezett körülötte. Binet bár sosem avatkozott más dolgába. Le François-né, Artemis, a szomszédok, de még Tüvás is, a polgármester, mindenki bíztatta, megszégyenítette, prédikált néki szünet nélkül. De a végén mégiscsak az bírta rá a műtétre, hogy az egész egyetlen garasába se kerül. Bovary még azt is vállalta, hogy megszerzi a műtéthez való gépet. Ez a nagy lelkű gondolat a feleségétől származott, és Charles mindjárt beleegyezett azzal a szívbeli meggyőződéssel, hogy Emma valóságos angyal. Így hát Omé tanácsai szerint, s miután háromszor is újra kezdték,
csináltatott az asztalossal és a lakatossal, segédletével egy 8 font súlyú tokfélét, amelyhez nem fogarkodtak se a fával, se a vassal, se a bádoggal, se a bőrrel, sem pedig a különböző csavarokkal meg szorítókkal. Hanem, hogy tudják, melyik inát kell elvágni Ippolitnak, először azt kellett megállapítani, hogy milyen is az ő lőcslába. Ippolitnak a lába feje majdnem egy vonalban volt a lábszárával, de ugyanakkor befelé is görbült, úgyhogy vagy lólába volt, némi várrusszal elegyedve, vagy pedig könnyebb várrusszal, erős lólábbal súlyosbítva. Csak hogy ezzel a lólábbal, amely valóban széles volt, akár egy igazi lólába, érdesbőrű sovány inakkal és hatalmas lábujjakkal, amelyeken a köröm patkószögként feketedett. A Strephopodus reggeltől estig úgy futkosott, akár egy szarvas. Egyre ott sürgött a téren, ott szökkelt a szekérek körül, mindig előrevetve a rövid támasztékát. Sőt, minthogyha ez a lába erősebb lett volna a másiknál, mivel folyton dolgozott, a türelem és a szívóság erkölcsi tulajdonaival gazdagodott, s ha Hippolit nehezebb munkát kapott, szívesebben támaszkodott a rossz lábára. Már most, mivel lólábról volt szó, legelőször a nagy ínt, vagy achilleszi ínt kellett átvágni, utána meg neki menni a musculus tibialis anteriornak, hogy így módon a páciens a varrusztól is megszabaduljon. Mert a doktor egyszerre nem merte megkockáztatni a két műtétet, sőt előre reszkedett, hogy ne talán a lábfejnek oly fontos részét sértheti meg, amelyet egyáltalán nem ismert. Sem a nagy Ambroise Paré 15 századdal Celsius után, amikor első alkalommal merészelte alkalmazni az ütőér közvetlen elkötését, sem Dupuytren, amikor először vágott fel egy fekét az agyvelő egy vastag rétegén át, sem Genzoul, mikor először emelte ki egy beteg felső állkapcsát, nem kezdhette a műtétet olyan fulladozó szívvel, annyira remegő kézzel és oly feszült figyelemmel, mint Bovary, amikor ínmetsző késével az ujjai közt közeledett Ippolithoz. És mellette egy asztalon, akárcsak a kórházban, egy halom tépés volt látható, sok viaszos fonállal, meg sok kötőszalaggal, egy gulára való kötőszalaggal, minden kötőszalaggal, amit csak felkutottak a patikában. Homé úr szervezte meg márkor a reggel ezeket az előkészületeket, egyrészt, hogy elkápráztassa a sokaságot, másrészt, hogy önmagát is illúziókba ringathassa. Charles átszúrta Ippolit bőrét, valami száraz recsenés hallatszott. A lábfej inát átvágta, a műtétnek vége volt. Ippolit nem győzött álmélkodni. Bovary kezére hajolt, és elhalmozta csókjával. Jó, jó, maradjon csak nyugton, mondta neki a patikus. Később is leródhatod majd jótevőd iránt a háládat. És már ment is le az udvarra, hogy elmondja az eredményt az ott állomásozó 5 vagy 6 kíváncsi falusinak, akik olyasmit képzeltek, hogy Ippolit mindjárt ott lesz szép, egyenes járással. Aztán Charles is hazatért, miután a beteget beszíjazta a készülékbe, s Emma tele szorongással ott várta már a kapu előtt. Mindjárt férje nyakába ugrott, asztalhoz ültek, Charles sokat evett, sőt az ebéd végén még egy csésze kávét is kért, holott ezt a kicsapongást sosem engedte meg magának csak vasárnap, amikor vendégek is voltak náluk. Az est vidáman telt el beszélgetésekkel, tervekkel, közösen a jövőről. Megvitatták, hogyha több pénzük lesz, mi mindent újítanak meg a háztartásban. Charles előre látni vélte, mind növekszik a tekintélye, mind gyarapszik a jóléte, s hogy felesége mi állandó szeretettel veszi körül. Emma viszont örült, hogy felfrissülhet egy új érzésben, amely jobb és egészségesebb, egy szóval, hogy a jó Charles iránt, aki őt annyira szereti, bizonyos gyengédséget érezhet. Egy pillanatra a Rodolf is átsuvant az elmén, de aztán megint Sárla nézett, és meglepve vette észre, milyen épek a fogai.
Már ágyban voltak, mikor Omé úr a szakácsné ellenére berontott a hálószobába, kezében frissen írt papírlappal. A cikke volt, amelyet a rueni fákjának szánt. Elhozta, olvassák el ők is. Inkább maga olvassa fel, ajánlotta Bovári. És Omé már folytatta. A babonák ellenére, amelyek hálóként fogják körül Európa képének egy részét, a felvilágosodás fénye falvainkba is kezd behatolni. Így történt, hogy a múlt kedden a mi kis városunk, Yonville, egy sebészeti kísérletnek, s egyben egy magas, emberbaráti cselekedetnek volt a színhelye. Bovári úr egyik legkiválóbb gyakorló orvosainknak. Nem, ez mégiscsak túlzás, mondta Charles, az izgalomtól szinte fulladozva. Dehogyis, ugye szó sincs róla. Műtétet végzett egy dongalábon. Nem éltem tudományos kifejezéssel, mert hisz tudja az újságokban, talán nem érteni meg mindenki a tömegeknek, idő kell, hogy... Úgy is van, mondta Bovári, nem folytatná? Folytatom, felelte a patikus. Bovári úr egyike legkiválóbb gyakorló orvosainknak műtétet végzett egy dongalábún, név szerint Ippolit Totenen, aki 25 esztendeje istálló szolga az Arany Oroszlánban, özvegy Le François név főtéri szállodájában. A kísérlet újsága s a beteghez fűződő érdeklődése annyi embert vonzott oda helységünk lakosságából, hogy a műtőhely küszöbén valóságos torlódás keletkezett. A műtét egyébként úgy folyt le, mint valami varázslat, s alig pár vércsepp tolult a bőrre, mintha csak azt mondták volna, hogy az engedetlen ín engedett végre a tudomány erőfeszítésének. A beteg különös módon magunk is megörösíthetjük, de vízú, semmi nemű fájdalmat nem mutatott. Állapota mindeddig semmi aggodalomra nem ad okot. Minden jel arra mutat, hogy a lábadozás egy-kettőre véget ért, és ki tudja, nem láthatjuk-e már a közeli népünnepen tánc, ének és borozás közben, ami derék Ippolitunkat egy sereg végfiú társaságában, hogy így módon bizonyítsa jókedvel, bokázással mindenki szeme láttára az ő teljes gyógyulását. Éljen hát a nagyszívű tudós, éljenek ezek a fáradhatatlan elmék, amelyek minden idejüket az emberi faj felemelésének vagy szenvedései enyhítésének szentelik. Éljenek! Háromszorosan éljenek! Nem jött-e el vajon az idő, amikor hangosan kiálthatjuk, hogy a vakok látni fognak, a süketek hallani, a sánták meg újra járni? Csak hogy amit a vakbuzgóság hajdan a választottaknak ígért, a tudomány ma meg is teszi minden ember javára. Olvasóinknak továbbra is beszámolunk e nevezetes gyógykezelés minden egyes állomásáról. Mind a mellett 5 nap múlva Le François-i asszonyság rémült kiáltozással szaladt át a doktorékhoz. Segítség! Most mindjárt meghal! Egészen elvesztem a fejem! Charles rohant az aranyoroszlámba, és a patikus, mikor látta, hogy kalap nélkül megy át a téren, maga is otthagyta a patikát. És már ott is volt a fogadóban, lihegve, vörösen, nyugtalanul, megállítva mindenkit, aki csak utolért a lépcsőn. Mi lelte, ami derék strefopodosunkat? A strefopodus iszonyú görcsök között vonaglott, úgy, hogy az a gépezet, amely körülzárta a lábát, már-már szinte kidöntötte, annyira csapkodta a falat. Akkor hát nagy erővigyázattal, hogy a láb helyzete ne változzon, levették róla a deszkatokot, és rettentő látvány tárult eléjük. A láb formája egészen eltűnt valami szörnyű püffettségben, úgyhogy a bőr már úgy látszott, mintha egészen felrepedne, s tele volt véraláfutással a híres gépezet következtében. Ippolit már korábban is panaszkodott, hogy fájdalmat érez, de nem igen hallgattak rá.
Most be kellett ismerni, hogy némileg igaza volt, és ezért pár órára szabadon hagyták a lábát. De alig, hogy eltűnt kissé ez a vizenyős daganat, a két tudós úgy döntött, hogy a lábat visszateszik a készülékbe, és még jobban körülszorítják, hogy siettessék a gyógyulást. Amikor 3 nap múlva Ippolit már nem bírta tovább, megint leszették a gépet, hüledezve vették észre az eléjük táruló eredményt. Az egész lábszárt véges végig ólomszínű duzzadás borította, helyenként olyan hólyagokkal, amelyekből fekete genny szivárgott. Ennek már a felese volt tréfa. Hippolit kezdett türelmetlenkedni, és Le François-né asszonyság a kis terembe vetett neki ágyat a konyha mellett, hogy legalább legyen egy kis szórakozása. Azonban az adószedő, aki minden nap ott ebédelt, keserűen panaszkodott emiatt a szomszédság miatt. Akkor hát átvitték Ippolitot a biliárdterembe. Ott feküdt nagyokat nyögve, vastag takarói alatt, sápadtan, beesett szemmel, hosszú ranult szakállal, s jobbra-balra fordítva verejtékező fejét a legyekkel belepett piszkos párnán. Bovariné meg is látogatta. Fehér neműt hozott neki a daganat borogatására, s bíztató szavakkal vigasztalta. Egyébként mindig volt társasága, főképp a heti vásárnapján, amikor a parasztok körötte ütögették a biliárdgolyókat, hadakoztak a dákókkal, füstöltek, ittak, énekeltek, és hangosan ordítoztak. Na, hogy vagy? Kérdezték tőle, erősen a vállára csapva. Rossz bőrben van, úgy látszik. De hát ez a te hibád. Miért nem teszed meg azt? S meséltek neki egy sor históriát olyan ismerősökről, akik egészen másféle orvosságoktól gyógyultak meg, s vigasztalásul így biztatták. Nagyon is elengeded magad, kelj fel, úgy lustálkodsz, mint egy király. Aj, mindegy, te vénhuncud, de nincs valami jó szagod. A mérges gyulladás csak ugyan egyre erősebb lett. Bovári már maga is egész betege volt a dolognak, minden órában, minden percben átszaladt a beteghez. Ippolit rémülten nézen, és csak dagodva zokogta. Mikor gyógyulok már meg, jaj, doktor úr, segítsen rajtam! Milyen nyomorúság ez, jaj, micsoda nyomorúság! Az orvos mindig azzal ment el, hogy tartsa meg a diétát. Ne hallgass rá, édesfiam, óbégatott Le François-né. Nem kínoztak még eleget, hiszen csak még gyöngébb leszel. Nesze, kapd be, ne törődj velük. S hozott neki jó húslevest, meg egy szelet ürücombot, egy-egy darab szalonnát, s olykor egy-egy pohár pálinkát, de ahhoz nem volt bátorsága, hogy még ezt is megigya. Bornizié plébános úr, mikor megtudta, hogy rosszabbul van, üzent, hogy szeretné megnézni. Azzal kezdte, hogy kesergett Ippolitunk állapotán, de aztán mindjárt hozzátette, hogy azért ennek örülnie kell, mert ez az úr akarata, és élni kell az alkalommal, hogy kibékülhessen az éggel. Mert, így a pap, atyai hangon, egy kicsit elhanyagolt a dáma kötelességeidet, ritkán látunk a misén, s hány éve már emlékezz csak, hogy gyontál vagy áldoztál, hisz értem, a foglalkozásod meg a világi szórakozások elterheltek attól, hogy az üdvösségre is gondolj. De eljött az idő, hogy ez is eszedbe jusson. Azért ne essél kétségbeesésbe, ismertem nagy bűnösöket, akik, mikor meg kellett jelenniük Isten előtt, te még nem tartasz ott, tudom, szívükből könyörögtek irgalomért, és bizonyosan a kegyelem állapotában haltak meg. Reméljük, hogy úgy, mint ők, te is jó példával szolgálsz nekünk. Így hát biztonság kedvéért ki akadályozhat meg abban, hogy minden reggel és minden este elmondja egy üdvözlégy Máriát, meg aztán egy mi atyánkot. Igen, tedd meg, ne mulaszd el. Tedd meg az én kedvemért. Mit kockáztatsz? Ígérd meg. Szegény Gábor megígérte. A plébános a következő napokon is megjelent, elcsevegett a fogadósnéval, s még adomákat is mesélt mindenféle tréfákkal és szójátékokkal keverve, amiket Ippolit persze nem értett meg. Aztán mihelyt a körülmények megengedték, megint szépen visszatért a vallásos témákra, megfelelő arckifejezéssel, igyekezte, úgy látszik, nem veszett kárba
A Strephopodus ugyanis csak hamar kifejezte azt a vágyát, hogy szeretne elzarándékolni Notre-Dame de Bon Secours-ba, mégpedig mihelyt meggyógyul. A mirabliebános azt felelte, hogy megteheti, a kétszeres biztonság többet ér, mint az egyszeri, és nem is kockáztat semmit. A patikust felbőszítette, amit a pap aknamunkájának hívott. Szerinte csak hátráltatja Ippolitnak a gyógyulását. S többször is megmondta a fogadósnénak. Hagyják békén, hisz ezzel a miszticizmussal csak zavarják a közérzetét. De a fogadósnénak a mély hiába beszélt. Szerinte ő, mármint a patikus az oka mindennek. S puszta ellentmondásból a szegény beteg ágya felé szentelt víztartót is akasztott. Tel is tele, felette puszpánggal. De úgy látszott, a betegen sem a vallás nem segített, sem pedig a sebészet, s a legyőzhetetlen rothadás egyre feljebb húzódott a lábfejtől a has felé. Hiába váltogatták nála a kanalas orvosságokat, s hiába cserélgették a borogatásokat, az izmok málladozása napról napra nyilvánvalóbb lett, s végül is Charles helyesen bólintott Le François-né kérésére, aki végső kétségbeesésében Canivé doktort, a környék hírességét akarta elhivatni Neuchâtelből. Canivé igazi doktor volt, körülbelül 50 éves, jó helyzetben és nagy magabiztossággal, s minden tartózkodás nélkül megvetően nevetett, mikor ezt a térdig üszkös lábszárat megtillantotta. Majd kereken kijelentette, hogy amputálásra van szükség, átsétált a patikushoz, és szitta a szamarakat, akik egy szerencsétlen flótást ilyen helyzetbe juttattak. És miközben Omé úr kabátgombját ráncikálta, dühösen lármázott a gyógyszertárban. Persze, a párizsi találmányok, láthatják, mi mindent eszelnek ki ezek a fővárosi urak. Ez is olyan, mint a kancsalság gyógyítása, a kloroform meg a hólyag kőtörés. Csupa olyan szörnyűség, amit a kormánynak kéne betiltani. De hát okosak akarnak lenni, és csak tömik a betegeket mindenféle orvossággal, anélkül, hogy törődnének az esetleges következményekkel. Mi bizony itt vidéken nem vagyunk még olyan bölcsek, mi nem vagyunk tudósok, se divatbábok, se szép fiúk, csak gyakorló orvosok, egyszerű gyógykezelők, úgy, és sose jutna eszünkbe olyan valakit operálni, aki egészséges, mint a mak. Lőcslábat akar kiegyenesíteni. Szeretném tudni, hogyan lehet egy lőcslábat kiegyenesíteni? Ez épp olyan, mint egy púpost próbálnának egyenessé tenni. Hominak igen rosszul esett ez a beszéd, s rossz kedvét a féle udvaronci mosoly alá rejtette, mivel szüksége volt arra, hogy kímélje Canivé urat, akinek a receptjei orkor Yonville-ba is eljutottak. Nem is kelt Bovári védelmére, nem tett egyetlen észrevételt, és cserben hagyva elveit, méltóságát komolyabb üzleti érdekeinek áldozta. Canivé doktor lábműtétje nagy esemény volt a faluban. A lakosok ezen a napon mindnyájan korábban keltek, s a fő utca, bár tele volt, olyan gyászosnak látszott, mint hogy tudj Isten, miféle kivégzése került volna sor. A fűszerésnél Ippolit betegsége felől vitatkoztak. A boltosok nem adtak el semmit, s a polgármester felesége sem mozdult el az ablakból, hogy türelmetlenül várta a sebész megérkezését. Canivé úr két kerekű kocsiján jött, maga hajtott. De mivel idők folyamán és testének súlya alatt a rugó jobbról besüppett, menet közben a kocsi kissé fél oldalra dőlt, s mellette a másik párnán jókora doboz volt látható, börös bőrrel bevonva, s három messze ragyogó részkapocsal. Amikor szélvész módjára berontott az aranyoroszlán kapuja alá, hangosan kiáltva rendelkezett, hogy fogják ki a kancáját, majd bement az istállóba, hogy lássa, eszi a zavot. Mert ha a betegeihez jött, legelőször a lóval meg a kocsiával foglalatoskodott. Mondták is róla ilyen alkalommal. Ó, Canivé doktor úr, nem olyan, mint más emberfia.
csak még jobban becsülték ezért a rendíthetetlen önbizalmáért. A világegyetem ő miatt az utolsó emberig megsemmisülhetett volna, de azért ő egyetlen szokását se hagyta volna cserben. Omi mindjárt jelentkezett. Számítok magára, mondta a doktor. Készen vagyunk, akkor menjünk. De a gyógyszerész pirult és megvallotta, hogy érzékeny, hogy nem tudna végignézni egy ilyen operációt. Ha az ember csak egyszerű néző, az ilyesmi, mentegetőzött, igen, hat a képzeletre. És az idegrendszerem olyan, hogyan mit beszél, szakította félbe Kánivé. Ellenkezőleg úgy látom, gutaütése hajlamos. Különben ez se nagyon lepnek, mert hisz maguk patikusok mindig a konyhájukba bújnak, már pedig ez előbb-utóbb megárhat a szervezetnek. Nézzen én rám, minden nap hajnali 4 órakor kelek. Hideg vízzel borotválkozom, mivel sose fázom. Nem hordok flanel alsó ruhát, mégse kapok náthát. A szervezetem kitűnő. Egyszer így élek. Egyszer másképp, filozófus módjáras, azt eszem, amihez hozzájutok. Ezért nem vagyok olyan kényes, és éppen nyugodtan vágok egy keresztény fele barátomba, mint mondjuk egy baromfiba. Persze, maga majd azt mondja, ugye, szokás dolga. Akkor aztán ezek az urak, tekintet nélkül Ippolitra, aki szorongásában csak úgy izzadt a takarója alatt, hosszú beszélgetésbe kezdtek, amelyben a patikus a seborvos hidegvérét a hadvezéréhez hasonlította, és ez a párhuzam láthatólag jól esett Kánivé doktornak, aki most értekezni kezdett hivatása a követelményeiről. Úgy tekinti, mondotta, mint valami papságot, bár tudja, hogy a felcserek alaposan megcsúfolják. Végül a betegre térve megvizsgálta a Ométól odahozott kötéseket, amelyek már a legelső műtét alkalmával is szerepeltek, és kért valakit, hogy munkája közben a beteg lábát tartsa. Elküldtek Lészti Budoáért, s a doktor felgyűrve ingujját átment a biliárterembe, míg a patikus Artemisszel és a fogadósnéval maradt. Sápadtabbak voltak a kötényüknél, és mindnyájan feszült füllel hallgatóztak. Bovári eközben ki sem mert mozdulni a házból. Odalen ült az ebédlőben, a hideg kandalló szögletében mellére horgasztott állát, s a két kezét összekulcsolva mereven bámult maga elé. Micsoda felsülés! Gondoltam, milyen szörnyű csalódás. Pedig hát nem feledkezett meg semmiféle elővigyázatosságról. A végzet keverte a kártyát. Mindegy, ha Hippolit meghal, még őt tartanák gyilkosának. És aztán látogatásai közben, ha kérdezik, milyen okot mondjon. Valamiben úgy látszik, mégiscsak tévednie kellett. Keresett, de nem talált semmit. De hiszen a leghíresebb sebészek is tévedhetnek, csak hogy ezt sose hinné senki. Ellenkezőleg kinevetik, és nem lesz vége a sok pletykának. Még Forzséba is eljut a híre. Talán egész Neuchâtelig, vagy a Rouenig, mindenüvé ki tudja, hogy kartársai nem írnak-e majd ellene. A dolog vitává fajulna. Felelni kellene az újságokban. Ippolit is beperelheti. Már látni vélt, hogy megbélyegzik, tönkreteszik, pusztulásba rántják. S képzelete egész sereg feltevésor rohama közben úgy hánykolodott közöttük akárcsak egy üres hordó, amelyet elsodor a tenger, is most ott ring a hullámokon. Emma vele szemben csak nézte, nem osztotta a megalázottságát, másféle megalázást érzett. Azt, hogy ő egy ilyen embert értékes embernek tarthatott, holott 20-szor is láthatta már, mi korlátolt. Charles fel alájárt a szobában, csizmája csak úgy nyikorgott a padlón. Ülj le, ne idegesíts, fordult hozzá Bovariné. Charles leült. Hogy tehette? Tűnődött Emma, mármint ő, aki olyan értelmes, hogy megint ekkorát tévedett. Különben is mire jó ez az ő siralmas mániája, hogy örökké áldozatokkal teszi tönkre az életét. Eszébe jutott egymás után minden be nem teljesült vágya.
a háztartás, a házas élet apró nyomorúsága, álmai, melyek mint sebzett fecskék úgy hullottak mind a sárba, mindaz, amire csak vágyott, mindaz, amiről lemondott, mindaz, amit elérhetett volna, és hát miért? Vajon miért? A csend mélyéből, amely az egész falut betöltötte, szívpapasztó kiáltás tört fel a levegőbe. Bovári elhalványodott, s közel volt az ájuláshoz. Emma ideges mozdulattal ráncolta össze a szemöldökét, és folytatta a tűnődést. Pedig hát ő értetett mindent, ő érte ezért az élő lényért, igen, ezért az emberért. Aki nem ért, nem érez semmit. Mert hisz csak ül nyugodtan, s még csak nem is gondol arra, hogy a nevéhez fűződő szégyen őt, Emmát is beszennyezi. Pedig milyen erőfeszítést tett, hogy csak őt szeresse, az urát, és milyen sírva bánta meg, hogy egy másiknak engedett. De talán mégis Valgusz volt, kiáltott fel hirtelen Sárl, aki közben egyre a fejét törte. E mondat váratlan koppanására, amely úgy hult az elméjébe, akár egy ezüstálba, egy ólomgolyó, Bovárinél reszketve emelte fel a fejét, hogy kitalálja ezeknek a szavaknak az értelmét. A házastársak némán nézték egymást, szinte szédülten egymás látásától, olyannyira távol esett gondolatban egyik a másiktól. Sárl egy részeg, zavaros tekintetével merett Emmára, mozdulatlanul hallgatva a beteg végső kiáltásait, amelyek hosszan elnyújtott nyöszörgésben folytatottak, élesebb ordításokkal megszakítva, mint egy végét járó állat távolból hangzó jajongásai. Emma sápat ajkát harapdálta, és ujjai közt az eltött korall egy darabját forgatva, égő szemét úgy szegezte Sárla, mint két tüzes, sebezni kész nyilat. Minden bántotta most Sárban, arca, ruhája, hallgatása, egész személy, egy szóval a léte. Régebbi erényességét úgy bánta, mint valami vétket, és ami még megmaradt belőle, az most egyszerre összeomlott gőgének vadcsapásai alatt. Szinte kéjjel élvezte a győzelmes házasságtörés minden gonosz iróniáját. Szeretőjének emléke most egyszerre visszatért szédületes csábításával. Belevetette egész lelkét, új rajongás vitte e kép felé. Úgy látta Sárl, annyira elszakadt az ő életétől, annyira eltávolodott, végleg, és oly semmivé és lehetetlenné vált, mintha már alig-alig élne. És ott halódna a szem előtt. A gyalogjáról léptek hallatszottak. Sárl kinézett és észrevette, a leeresztett zsalun át, Kaviné doktort a napfényben, ahogy épp a homlokát törölgette. Mögötte a patikus lépdelt, nagy piros dobozzal a kezében, s láthatólag mindketten a patika felé igyekeztek. Akkor Sárl hirtelen támadt gyengédségében és csüggettségében Emma felé fordult, és így szólt. Csókolj meg, kedves angyalom! Hagyj békén! Kiáltott rá Emma a haragtól kipirulva. Mi bajod? Mi bajod? Álmélkodott Sárl. Csillapodj! Szedd össze magad! Hisz tudod, hogy szeretlek? Gyere ide! Elég! Kiáltott rá Emma ijesztő arckifejezéssel. És kirohanva az ebédlőből olyan erővel csapta be az ajtót, hogy a barométerük egyszerre lepattant a falról, s a földön darabokra tört. Sárla karosszékbe roskadt, nem tud bármit évő legyen, kutatva mi érhette Emmát, nincs-e valami ideg baja. És sírt, mivel maga körül valami gyászosat érzett, valami érthetetlent és bizonytalant. Amikor Rodolf azon az estén benyitott Bovárié kertjébe, kedvesét már odalenn a lépcső alján találta, várt rá. Egybefonottak, s csókjuk hevétől, akár a nap melegétől minden neheztelésük elolvadt.